Nagy eséllyel még ebben a ciklusban befejeződik a megyei levéltár újjáépítése, mondta el Vetro András szobrász művésznek a megyei levéltár Szent István téri épületében rendezett kiállításán El Simon László. Ha 1 milliárd forintba kéne befejezni, nagyon pazarló lenne az a befejezés. Megítélésünk szerint ennek a feléből körülbelül meg lehet csinálni. Azon dolgozunk, hogy ez a forrás rendelkezés rájön, és még ebben a kormányzati ciklusban átadjuk a kutatóknak és a szakmának ezt az épületet. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, október 1-től önálló nemzeti intézményként működik az országos levéltár, magába olvasztva minden egyes megyei levéltárat. Az átszervezés pedig reményt jelentett tehát arra is, hogy befejeződjön a megyei levéltár évek óta húzódó felújítása. Mint ahogy mindenki látja Székesfehérváron, a Szent István tér 2-3-as műemléke, 2-3 szám alatti műemléképület együttes, nek a rekonstrukciója, a felújítása befejeződött kívül-belül, csak még hát a levéltárnak a lelke, a raktárkapacitás, az udvaron látható raktárkapacitás még nem készült el teljes egészében. Az átmeneti időszakban egyébként 2012. január 1-től egészen szeptember 30-áig a Fejér megyei intézményfenntartó központ fenntartásában működött a megyei levéltár is, amely önerőből nem tudta megvalósítani a beruházást. Az egész átalakulásnak az egyik hozadéka az lehet, hogy a kormányzat megtalálja a második ütem befejezésére a megfelelő pénzeszközöket. A levéltár épülete tehát még ebben a ciklusban elkészülhet. Emellett El Simon László, a hivatalos bejelentést megelőzve, a levéltárban tartott tárlat megnyitón arról is beszámolt, hogy a kormányzat 200 millió forintos köztéri szoborállítást célzó pályázati programot indít. Remélem, hogy egy olyan pályázat lesz ez, aminek eredményeképpen értékes, akár figuratív, akár nonfiguratív alkotásokkal fog tudni gazdagodni Magyarország számos településre. Az NKA által meghirdetett felhívásra önkormányzatok pályázhatnak olyan tervekkel, amelyekről már megegyeztek az alkotóval. A támogatásról pedig még ebben az évben döntés is születik.